ismét megrendezésre került a tradicionális Mátyás Nap a gimnáziumban. 50. évfordulós összejövetelét tartotta a Balaton Kollégium. A Vasutas Polgárőr Egyesület közgyűlésén jártunk. Labdarúgó csapatunk 2-0-ás győzelmet aratott a lengyel-tóti csapata felett a tavaszi nyitányon. Tradicionális Mátyás Nap idén, február 22-én került megrendezésre a gimnáziumban, melynek időpontja minden évben Mátyás névnaphoz legközelebb eső péntekre esik. A Mátyás Nap, a mi iskolanapunk, minden évben megrendezzük, összegyűjtjük az eredményeinket, körülnézünk a saját támogatói körünkben, és összeállítunk egy olyan programot a diákoknak, amik között reméljük, hogy sok olyan van, ami fölkelti az érdeklődésüket, és valójában az iskolai hagyomány része a Mátyás Nap. Az iskolanap az leginkább az iskolai hagyományok összegzése miatt, az eredmények összegzése miatt rendkívül fontos, és azért is nagyon fontos, mert ilyenkor minden szem a mi iskolánkra figyel. Az emlékezett pályázat témája idén. Program legnyitójaként egy-egy szál virággal névadójukra emlékezve a Mátyás falnál gyűltek össze a diákok, pedagógusok, öreg diákok, illetve a meghívott vendégek. Itt került sor a Mátyás emlékbeszédíró pályázat nyertes pályaművének felolvasására, melyet idén Szultos Boglárka, 12 B-osztályos tanuló oszthatott meg a közönséggel. Ugye megrendezésre kerül a Mátyás Beszéd emlékpályázat, és idén én is megírtam, hát igazából minden évben megírtam, de idén végre sikerült, és igazgatónő hívott be, hogy sikerült az emlékbeszéd pályázat, és hogy most ma Mátyás napon adjam elő. Igazából mindig is érdekelt Mátyás királykorának a története, és ugyebár hát iskolánknak a nevét is ő hordozza, és így még inkább inspiráló volt. Mennyi ideig készítetted a pályaművet? Hát egy hétvégén megcsináltam, és ilyen internetes oldalakon meg könyvtárból gyűjtöttem hozzá anyagokat. A felolvasást a koszorúzás és virágok elhelyezése követte. A Mátyás falnál tartott megemlékezés után színpadi előadások vették kezdetüket. Irodalmi összeállításunkat a Diák Színpad előadásával folytatjuk. Babits Mihály második ének című drámájának adaptióját láthatják, amelyben a balatoni kecskeköröm legendáját dolgozza fel a költő. Fogadják szeretettel a 10. B, a 11. E és a 12. B osztályos tanulókat. A drámát átdolgozták és betanították tanáraink, Virág Halvacz Eszter tanárnő és Szekeres Attila tanárúr. A díszletet Lengyel Zsuliát tanárnő támogatásával a Vizuális Kultúra Fakultáció tanulói készítették. Hogy a test úrnője a lélek, és nem lehet a test épp, hol beteg a lélek. Amilyen az úrnő, olyan a szolgáló, borítva is áll az inkorpore számú. A betegnek lelkét felvidámítandó, jöjjenek áktorok, bohócok és bangók, törbék, szemfényvesztők és eféle mások. Az ünnepi köszöntők sorában elsőként Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnökének gondolatait hallhatták a diákok és tanáraik. Kedves diákok, most egy-két szót hozzátok szólnék, és engedjétek meg, hogy egy olyan embernek a bölcsességét, élettapasztalatát egy kicsit megosszam veletek, aki ezen gimnázium falai között végzett. És nem a nagy képűségből, hanem tényleg a saját életemből vett példából, mondom. Ott kezdődik a sztori, hogy a gimnázium egy külföldi adomány segítségével, az a szocializmusban azért nagy dolog volt, dollárhoz jutott, és ebből a dollárból emlékszem egy videómaglót vásároltuk, és számítógépeket. Na most a számítógépeket bevonták az oktatásba, de hát én alapvetően humán beállítottságú ember vagyok, és hát körülbelül, mint hogy a kínai hieroglifákról tartottak volna előadást, a számítás technikával nekem ez így jött le, és bementem, és ezekre az órákra persze kötelező volt, és hát nem sok mindent értettem bele, hogy nyomj a gombot, kapsz egy liba combot, körülbelül ez volt az a szint, ameddig én eljutottam, viszont egy tüske bennem maradt ezekből az évekből, hogy nem lehet, hogy egyre hülye vagyok hozzá, és ahogyan a technika fejlődött, haladt, ugye az átlag ember számára is egyre közérthetőbb lett,
és odáig eljutottam, hogy ebből az érzésből kiindulva 1995-ben vásároltam magamnak otthonra egyet, és elkezdtem saját önképzéssel foglalkozni a számítástechnikával, és hosszú több áttéten keresztül végül is eljutottam oda, hogy ma engem választottak meg Somogy megye közgyűlésének elnökének. Ez egy hosszú történet, de ez volt az alapja, ez a tény, hogy én különösen többet foglalkoztam az átlag embernél a számítástechnikával, és a politikai karrieremben ez segített hozzá. Kedves diákok, mi ebből a tanulság? Az, hogy amikor az ember bennül az iskolapadra, akkor még nem fogja tudni, hogy mi az az információ, mi az a tudás, amire az elkövetkezendő életében szüksége lesz, szüksége lehet, vagy éppen az élete függ tőle. Ezért azt kérem tőletek, hogy legyetek nyitottak, legyetek fogékonyak az újra, mert nem fogjátok tudni előre megmondani, hogy ha vajon 30 év múlva milyen tudásra lesz szükségetek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és itt szeretném megköszönni a sorsnak, és a kedvenc alma máteremnek, hogy itt tanulhattam, és itt érettségizhettem. Az idei évben is számos jutalmat osztottak ki a Mátyás nap alkalmával, melyeket Bántor Zsuzsanna igazgatónő ünnepi köszöntője után adtak át a díjazottaknak. Az iskolai teljesítmény mérhető és összemérhető másokéval. Az összemérhetőség a versenyek és vetélkedők során nyilvánul meg leginkább. Ebben a tanévben több kiemelkedő versenyeredmény értek el diákjaink. Megnyertétek a somogyi középiskolások aludymáskor vetélkedőjét, a pénztár versenyen a kassza siker csapat a megyei fordulóba jutott, a matematika versenyen a tefrém csapat második fordulós lett, Nemes Dominik rajz és vizuális kultúrtárból az OKTV-n országos döntőbe került. A leány kézilabda csapatunk pedig megnyerte a Diákolimpia országos döntőjét. Gratulálunk ezekhez az eredményekhez, a diákoknak is, a kollégáknak is. A középiskolai munka fontos mutatója lett a nyelvvizsgák száma. Eddig angol nyelvből 38 közép-2 felsőfokú, németből 20 középfokú, spanyol nyelvből 2 középfokú nyelvvizsgát tettek diákjaink. Láthatjuk, hogy az iskolai élet minden mozzanata tudatos és tudatos tervezés eredménye. De lépjünk tovább. Az iskolanap egyrészt az eredmények összegzéséről szól, másrészt kitekintünk arra a támogatói körre, akinek segítségével emelhettük az eredményességet. Az iskola minden évben proszkóla kitüntetést ad át azoknak, akiknek támogatása jelentősen hozzájárult az iskolai eredményesség javításához. Több éve támogatja az iskola kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó diákjait, megalapította az Épp testben, épp lélek díjat, ezért proszkóla kitüntetésben részesül Szőke Álmos korábbi diákunk. Példamutató közösségépítő munkájáért a Fonyódi Gimnázium ismertségének és elismertségének elősegítéséért, a tehetséges diákok támogatásáért proszkóla kitüntetésben részesül a Fonyódi Gimnázium öreg diákjainak baráti köre. Fölkérem Németh Juliannát, a Fonyódi Gimnázium öreg diákjainak baráti köre elnökét, hogy adja át azokat a jutalmakat, amiket a családfa kutatás pályázaton induló diákok nyertek. Átadom a szót Németh Juliannának. Nagyon örülök, a gimnázium szeptemberben felkérte az öreg diákok baráti körét, hogy egy családtörténeti pályázatot írjon ki a diákoknak. Természetesen ennek voltak már előzménye is, és tartottunk már előadásokat családfakutatók bevonásával.
Babits Mihály mondta, hogy a jelen csak a múltból lehet megérteni, a jövőt csak a múlt alapjára lehet felépíteni. Kisebb településeken még tudható, hogy ki, kinek a fia, lánya, unokája, például Fonyódon is azt hozzáteszik, hogy született Fonyódi, tehát számon tartják, hogy ki ebbe a faluba vagy városba él születése óta. Ma, amikor már az online térben is látszólag bármikor ellenőrizhetjük sok ember személyes hitelességét, ez kevésbé tűnik fontos információnak. Miért kellene mégis mindenkinek ismernie a családi történeteket, és miért kulcskérdés mindez már kamaszkorban? A családi mítoszok az önbecsülés forrásai és hozzáállási mintákat fogalmaznak meg arról, hogy az adott családban az élet különböző kérdéseivel kapcsolatban hol húzódnak az elfogadás és a megtagadás határai. Ez megkönnyíti a fiatal számára a világban való eligazodást. Minden család számos történetet őriz, amelyekben helyet kapnak a hősök, a fekete bárányok, de ugyanúgy találkozhatunk veszteségtörténettel, hűségtörténettel, sikertörténettel, karriertörténettel, amelyek egymásba szövődve sajátos családi valósággá állnak össze. Nagy örömömre 5 pályázat érkezett, 3-an voltunk a bírálóbizottságban, és ismertetném akkor az eredményt. Első helyezett lett Németh Nóra, 9. A osztályos tanuló, Mesemese Mátka című írásával. Második Balogh Linda, 11. osztályos tanuló, az Én családom története című írásával. És harmadik helyezést írt a másik 3 pályázó, Filkon Éva Viola, 11. osztályos tanuló, Turóci Henrietta, 9. osztályos tanuló, és Lázár Blanka és Flóra, 10. osztályos tanuló. Köszönöm! Nagyon fontos városunknak, mind a Mátyás Király Gimnázium, mind a Bacsák György Szakközépiskola, mind a Fonyódi Általános Iskola, hiszen nem csak hogy járási központ vagyunk, hanem úgy gondoljuk, hogy egy oktatási központja is vagyunk ennek a régiónak, hiszen ezekben az iskolákban 1000-1200 diák tanul összesen, és ők jelentik városunknak a közéletet, a kultúrát, és azt mondhatom, hogy a jövőt is ők jelentik. Hogyan készülnek a gyerekek, milyen programokkal várjátok őket? A mai nap a hagyományőrzésről szól, hiszen névadónk Hunyadi Mátyás tiszteletére a Mátyás nap közelettével mindig iskolanapot tart az iskolánk, ami én azt gondolom, hogy 2 dolog miatt is nagyon fontos. Az egyik a hagyományőrzés, hiszen a pedagógus kollégáim és külsős meghívott előadók megmutatják egy kicsit a magukat, megmutatják egy kicsit városunkat, megmutatják egy kicsit a diákoknak azt, hogy milyen sokrétű munka folyik ebben az iskolában. Viszont a másik része a dolognak pedig az, hogy a diákok is megmutatják azt, hogy ők nem csak tanulni tudnak ebben az intézményben, hanem hogy milyen sokrétű munka folyik programokkal, diákszínpadi előadással, sportrendezvényekkel, mutatják azt meg a diákok, hogy milyen sokszínűek ők maguk is. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon rangos eseménye az iskolánknak. Idén is lesz sportesemény is nekik? Igen, hagyományosan a téli időszakban testnevelő kollégáimmal szervezünk egy kispályás telemrabdarúgó bajnokságot ő nekik. Ez minden szerdán délután zajlik a városi sportcsarnokunkban, ennek a neve stílusosan Mátyás kupa. Az utolsó forduló az most szerdán volt, tehát a tegnap előtti napon, és ennek a díját adója fog hamarosan következni itt a színpadon. Az idei évben a Mátyás gyűrű elismerésben Kereskai Zita tanárnő munkáját méltatták. Tisztelt ünneplő közönség! A Mátyás gyűrű azon pedagógusnak adható a gimnáziumban, aki hosszú távú színvonalas szakmai munkát végez, legalább 10 éve a gimnázium tanára és osztályfőnöki teendőket is ellát. 2019-ben a Mátyás gyűrűt Kereskai Zita tanárnőnek.
A díjátadó ünnepség után Bíró Norbertet, mint korábbi diákot kérdeztük az iskolában töltött éveiről, emlékeiről. A gimnázium az oktatás, középfokú oktatásnak az a történelmi hagyományaival rendelkező intézménye, amely a kamaszkorú gyermekeket képzi, és a funkcióján fogva alapvetően a felsőoktatás számára készíti fel elő az ifjúságot, és nagyon fontos az, hogy Somogyban minél több ilyen intézmény legyen, megmaradjon, és bízom benne, hogy a Fonyódi Mátyás Király Gimnázium folytatja a történelmi hagyományokat. Milyen emlékek kötik Önt az iskolához? Hát életem második legszebb korszakát éltem meg ebben az intézménynek a falai között, 1980 és 1984 között, úgyhogy ahogy az idő múlik, inkább a kellemes, vidám élmények maradnak meg, de mindenképpen elismerem azt, hogy a későbbi pályafutásomban, életemben alapvető meghatározó volt, mint emberi kapcsolatokban, mint pedig az itt megszerzett tudásom segített a későbbiek folyamán. Az ünnepség után különböző érdekes témákat feldolgozó fakultatív programokon vehettek részt a diákok. Tehát ez egy kövérporcsnos lecsó, a lecsó az lecsó, ki van dúsztolva, ugyanúgy, mint a sima lecsók, és akkor előveszünk, főzünk el egy krumplit, és vagy csak magába is, és egy nagyon jó krém lehet pirítósra, vagy simán kenyére. Milyen előadáson vettél részt, hogy tetszett? Egy környezetvédelmi előadáson vettem részt. Rendkívül aranyos volt a hölgy, aki előadta, amit mondott. Milyen finomságokat kóstolhattatok? Mindenféle egészséges zöldséget és gyümölcsöt, asszalgyümölcsöket főleg, cukormentesen. Olyan növényeket, virágokat mutatott be, amikről eddig nem tudhattuk, hogy ehetőek esetleg. Különböző ételeket, mármint elkészített ételeket, specialitásokat a környékekről, a Zala megyéből, Somogy megyéből. Ezt követően Kéri György, Skót Dudás tartott előadást, melyben aktívan részt vehettek a diákok is. A nap zárásaként a diákok által készített alkotások kiállításának megnyitóján vehettek részt az érdeklődők. Hát remélem, hogy visszavagyunk a Február 22-én tartotta a Balaton Kollégium az 50. évfordulós összejövetelét. A találkozót az intézmény jelenlegi igazgatója Szabó Iván nyitotta meg köszöntőjével. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai délutánon, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat erre a kollégiumi rendezvényre. Az utóbbi években próbáltuk mindenkivel felvenni a kapcsolatot a díjjal, illetve meglátogatni benneteket, és ott voltak olyan visszajelzések, hogy milyen jó lenne, hogyha egyszer mindenki újra le tudna ülni egy közös asztalhoz, és egy kis közös délután keretében tudnánk egy kicsit beszélgetni, hogy kivel mi történt az utóbbi években. Van a találkozásomnak egy másik apropója is, hogy a múlt évben volt 50 éves a Balaton Kollégium, vagy középiskolai kollégium, és ez nagyon megtisztelő számomra, hogy ebben a szép dátum ideje alatt én vagyok az intézmény vezetője. Egy személyes élménnyel szeretnék visszakanyarodni a múltba egy kicsit. Még amikor fönn volt a Bartók Béla úton a kollégium, édesanyám meg lett kérve, hogy farsangi felvonulás, farsangi bál volt, és ő mint zsűritag vett részt ezen a rendezvényen, én mint kísérő, és nagyon jó élmény volt látni, hogy mennyi kollégista öltözött be mindenféle maskarákban. Nekem egy maradt meg ebből a produkcióból, nem tudom, két fiú és két lány volt, a Frédi és Béniből megépítették a kőkorszaki autót, teljes jelmezbe föl voltak öltözve, és egy nagy kört nyomtak ott az akkori társalgóban.
egy ilyen örök élmény volt, hogy a fantázia és a lelkesedés mi mindent adott az ottani tanulóknak. A 50 év sok változás hozott az intézményben, és először szeretném felkérni Bakonyi Károly tanár urat, aki az első igazgatója volt az intézménynek, hogy a intézmény történetének elejéről, a hőskorról mondjon néhány mondatot számunkra. A megnyitó beszéd után a kollégium első igazgatójának, Bakonyi Károlynak a visszaemlékezéseit hallgathatták meg a vendégek. A kezdetekről nem volt könnyű. 1963-ban épült meg a gimnázium jelenlegi épülete, nem így, ahogy most van, hanem jóval kisebben. És akkor kerültem utána egy évvel, 64-ben ide, amikor Horváth László igazgató lett, ugyanis ő a megyei osztályvezetést fölváltotta a Fonyódi Gimnázium igazgatóságával, és ő tulajdonképpen ő hozott engem ide. Eredetileg úgy volt, hogy a Táncsicsba megyek Kaposváron, de rábeszélt, hogy jöjjek vele ide Fonyódra. 68-ig tanár tevékenykedtem, és 68 szeptemberében indult el a kollégium. Nem volt könnyű. Szükség volt rá, tekintve, hogy sok olyan falu volt, ahonnét megközelíteni igen nehéz volt Fonyódon, és ezért úgy döntött, akkor még járási tanács, meg megyei tanács volt, hogy Fonyódon létrehozunk kollégiumot, diákotthont akkor még természetesen. A község megvásárolta a Bartók Béla út 72-es és 78-as számú épületét, amelyek a SZOT-nak voltak a üdülői. Az időutazás az épület kiválasztásáról, felújításáról, ezek nehézségeiről és az akkori kollégium mindennapjairól szólt. A találkozó Horváth István az intézmény következő igazgatójának beszámolójával folytatódott, akinek a munkássága alatt szintén több változás történt az intézmény életében. Folytattuk azt a munkát, amit a Karcsék elkezdtek, teraszokat építettük, focipályát, korcsolyapályát, de kihasználtuk a kinti parkot is, könyvtárat építettünk, stúdiót a gyerekekkel, tehát ez mind ilyen gyerekfoglalkoztatás is volt egyúttal, de közben létrejöttek olyan produktumok, amiket még folyamatosan használtak. De nyilván sokkal inkább magukénak érezték, mint hogyha készen kapták volna. Emlékszem egyébként, amikor a focipályát építettük, egy kislány azt kérdezte, hogy ha mi ezt most nem csinálnánk, akkor ezt kinek kéne megcsinálni? Tehát ki helyett dolgozunk? És neki senkinek. Akkor nem csinálnak, akkor nem lesz. Tehát ilyen attitűddel azért folyamatosan fejlődött a kollégium. A városnak is igyekeztünk mutatni valamit. Emlékeznek itt még néhányan arra a IFI Klub nevű szerveződésre, amiben hát, ahogy mondja, a városi vagányok voltak benne, és akkor felvettük a kapcsolatot, és a városvezetésnek nagyon tetszett az, hogy megpróbáltuk megszegényíteni őket. Tehát ezek a nagy melák fiúk bejártak a kollégiumba vetélkedőt szervezni, mert csak úgy jöttek be, hogy csináltak valamit. És akkor szerveztek, kitalálták a kérdéseket, minden, lebonyolítottak egy vetélkedőt, cserébe ott maradtak a diszkon, utána a következő diszkon. Tehát így lassan azért a kollégium beépült a városba. Hát ez a bizonyos leköltözés azért ez több lépcsőben valósult meg, mint mondtam, először is a Karcsi betette a lábát ide a kajtó részbe, hogy ne lehessen bezárni már többet a fiúkkal. Aztán, hogy a berendezést, mert hát annyi pénz nem volt, hogy akkor a berendezést is újat vásároltunk volna, és különben is ott azok a emeletes leány heverők, azok egészen jó állapotban voltak még. A részletes beszámolók meghallgatása után előkerültek a régi fényképek, beszélgetések vették kezdetüket, és a finomságok is sorra elfogytak.
fonyoni szolgálatok fontos része a szerdai és szombati piaci járőrözés, a városi fesztiválok, a kolbász, a retro, a sör, a rock és a harcsa fesztivál, mindegyikén részt vettünk. Itt kiemelném a hagyományos kolbász fesztivált, ahol 3 napon át 9 órától 23 óráig két oldali utcában tevékenykedtünk, két-két bőr, illetve emellett egy páros járőrözött is ebben az időben. Szombati napon egy csapattal is képviseltettük magunkat a kolbásztöltő versenyen. A Balatoni Vasúti Régió Fonyódi Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén jártunk, ahol a fő téma a 2018-as év beszámolója, erről beszélt Gál László, az egyesület elnöke is. Hát a 2018-as év nagyon jól alakult, sokkal többet teljesítettünk, mint előző évben, pedig az is jó volt. A első fő attrakció mindig a Kolbász Fesztivál, ahol több mint 100 órát teljesítettünk, ugye gyakorlatilag ott vagyunk a Kolbász Fesztivál reggel 9-től este 11-ig minden nap. Aztán onnantól kezdve indult a piac, hát áprilisig csak szombaton, mert ugye szerdán nem nagyon van értelme, és áprilistól pedig szerdán, szombaton mindig a piacon vagyunk. Nyári fesztiválokon ott vagyunk a Balatonparton, Zamarditól Keszthelyig, ugye ez a vasút kérésére történik. A városra továbbra is ott vagyunk az összes rendezvényen, nyári fesztiválokon, lenne a Dísztéren, illetve a Vigadó téren mindig jelen vagyunk. Úgyhogy úgy érzem, hogy jól alakult a 2018-as év. 32-en vagyunk tagok, és abból a 32-ből elmondhatom, hogy 80%-a aktív, akire mindig lehet számítani. Ezen kívül még a rendőrség sokszor megkér minket, rögtön tudunk reagálni rá, pedig előfordul, sőt, elég szinte mindig úgy van, hogy egy 24-36 órán belül reagálni kell rá, de ott vagyunk ott is. Úgyhogy gyakorlatilag én úgy érzem, hogy nagyon jól teljesítettünk. Fonyódváros önkormányzatát a Humán Bizottság elnöke Farkas Gábor képviselte az ülésen. Az önkormányzat maximálisan elégedett az egyesület munkájával, és ezúton is kifejezzük köszönetünket mind a 2018-as, mind az előtte lévő évek munkájáért, hiszen az egyesület megalakulása óta Fonyódon, illetve a környező településeken, illetve ugye a vasútvonalakon is komoly feladatot lát el. A rendőrségek kiegészülve őrzi a közbiztonságot. A piacon nagyon sokat találkozhatunk a polgárőrökkel, a strandon, forgalmasabb közterületeken, iskoláknál, óvodánál, rendezvényeken, és úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak ilyenkor egy évben egyszer mindig valakinek el kell jönnie, és személyesen is megköszönni az egyesület munkáját. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az egyesület egy autót kapott, amely nagyban megkönnyítette a járőrszolgálatát is. Hát az autót azt leginkább a vasútállomások ellenőrzésére használjuk, Fonyódig ezzel ki tudunk ugrani Bélatelepre, de volt Szemestől Balatonszentgyégyig gyakorlatilag az állomásokat tudjuk ellenőrizni, de megkönnyíti akkor is, mikor piacra beállunk ott az autóval, akkor járőrizünk, utána körbe tudjuk járni az üdülővezetet, úgyhogy sok nagy segítség az is. A 2019-es évben a 10. jubileumi Kolbász Fesztivál kapcsán találkozhattunk a polgárőrökkel. Maximálisan tisztelettel és köszönettel adózzunk az ő irányunkba, hiszen most már 3. éve látják el például az említett Kolbász Fesztiválon és a József utca zárását. Pénteki naptól vasárnapig ők felelnek a rendért. Én úgy gondolom, hogy tényleg csak köszönöttel tartozunk nekik, kiválóan végzik munkájukat, és meg kell jegyezni, hogy ugye ezt minden polgárőr mindenféle díjazás és térítés nélkül önkéntesen végzi. Az önkormányzat is minden évben erejéhez mérten igyekszik támogatni az egyesületet. 2 évvel ezelőtt kaptak a polgárőrök egy irodahelyiséget, ahol a napi munkájukat tudják végezni, illetve minden évben a pénzügyi bizottság, melynek én is most már tagja vagyok, pályázat útján anyagi támogatásba is részesíti az egyesületet, amelyet különféle célokra használnak fel, formaruhát vesznek, járművükkel kapcsolatos kiadásokat fizetik belőle, és ugye mindig minden évben határidőre elszámolnak az önkormányzat felé ezekkel a támogatásokkal. A Kolbász Fesztivál, azt már említettem, az ugyanúgy sikerült, mint tavaly, nagyon jó volt, ott voltunk 9-től 23 órájáig a két utcára, a polgárőrség csinálta egyedül, úgyhogy ez sikerrel zárult. A képviselőtestület döntése nyomán az idei évben új feladat, nevezetesen a Fonyódi Piac hétfői biztosítása jelenik meg a polgárőrök életében.
Minden piaci napon a polgárőrök szolgálatot teljesítenek a piacon, a rendőrséggel kiegészítve, ezzel is javítva a közbiztonságot, illetve az odalátogatók biztonsági érzetét. Nyilván most ez egy új feladatot ró a polgárőrségre, újra meg kell szervezniük a szolgálatokat, hiszen hétfőnként is ugye a szezonban piac lesz folyamodon, nem tudjuk még ugye, hogy mi várható ettől, bízunk benne, hogy sokan fognak ellátogatni, hiszen nyáron rengeteg turista van a városban, és a boltok zsúfoltak. Ez volt ugye a cél ennek a hétfői próbapiacnapnak is, hogy egy kicsit a zsúfoltságot enyhíteni, hiszen szerdán és szombaton kiváló árukat lehet megvásárolni a Fonyódi piacon, és úgy gondoltuk, hogy ezek a termelők, illetve azok a vásárlók, akik itt vannak, itt nyaralnak, tudnak találkozni, és különféle házi termékeket, paprikát, zöldséget, paradicsomokat, gyümölcsöket, füstölt húsokat tudnak vásárolni, és ezzel is igyekszünk segíteni az itt kitelepülő gazdákat, hiszen nagy részük helyi, illetve környékbeli, gondolok csak a fonyódi mézesekre, hiszen több mézes ugye jelen van a piacon, tehát nekik is úgy gondoljuk, hogy ez egy segítség lesz, hogy még egy napon tudnak a termékeikkel a piacon megjelenni. A piacra már eddig annyit tudok mondani, hogy májustól szeptemberig a hétfői piacokon is jelen leszünk természetesen. 2019-ben először játszik labdarúgó bajnoki mérkőzést a Fonyód, a Somogy megyei másodosztály felnőtt bajnokságában. A vendégek a Lengyel Tóti gárdája lesz. Köszöntöm a Fonyód Televízió nézőit, a játékvezető Balikó Zoltán, segítői Károli Máté és Szabó Levente László. A vendégek sötétkékben lesznek, sárga csíkokkal. A fonyódi csapat pedig mondhatjuk úgy is, hogy a szokásos mezében világos kék, fehér csíkos összeállítás, fehér nadrág, világos kék sportszár. Molnár Ákos a csapatkapitány, a rutinos játékos. Elég sok hiányzó van, erről majd később. Azt el kell, hogy mondjam, hogy az ősszel többször említettem a mérkőzések során, hogy a Lengyel Tóti elleni első fordulóból elhasztott mérkőzés úgy alakult, hogy az utolsó lett, és azt Lengyel Tótiban 1-0-ra elveszítették a fonyódi fiúk, úgyhogy van miért visszavágni. A kezdőcsapatok 1-essel Lipták László Csaba védi a Lengyel Tóti kapuját, 2-essel Drubi Gábor, 5-össel Sipos Tamás, 8-assal Pamuki Márk, 9-essel Smida István, 10-essel Sipos Bence, 11-essel Izsák Patrik, 13-assal Molnár Gyula, 14-essel Pamuki Alex, 15-össel Marci Róbert és 69-essel Kis Dominik Dániel. A Fonyódi Petőfi esélynél 97-essel Csek Szabolcs László került a kapuba, 2-essel Molnár Martin, 5-össel Mezricki Zoltán, 6-ossal Böszörményi, 7-essel Fenyvesi Flórián, 11-essel Varga Donát, 12-essel Fehér Bertalan, 17-essel Molnár Ákos, 19-essel Valkó Tibor, 20-assal Bor Norbert és 22-essel a játékos edző Baranyai Dávid. És útjára is indul a labda ebben az évben először. Egyébként, hogy a tabelláról is beszéljünk, ugye a mezőnyt jócskán megelőzi a listavezető, Valkó ugran, akik lesen van közben. Szóval a listavezető Mezőcsokonya vezette, és az élen telelt 36 megszerzett bajnoki ponttal, utána 29 ponttal a Juta és a Barcs. A Fonyót pedig a 7. helyen töltötte a téli szünetet 23 megszerzett ponttal, lesz 15 mérkőzés alatt 7 győzelem, 2 döntetlen és 6 vereség. 30 rúgott gól, azzal nincs is baj, hiszen az mérkőzésenkénti 2-es átlag. 25 kapott, az viszont egy kicsit sok, így plusz 5-ös az arány. Molnár szerez labdát és indítja Valkót, most ráfordulhat a védelemre a Fonyód. Az egy nagyon jó passz Fenyvesinek, maga elé veszi Fenyvesi még, és Lipták védi. Meg volt az első helyzet. Molnár, Bor, Molnár Ákos, gyönyörű passz, ez egy extra megoldás volt, Bor, csak aztán egy picit hosszan tolja meg, és bár Pamuki Alex nem tudta szerelni, de végül is kivitte Bor Norbert, de az elképzelés nagyon jó volt. Egy Fenyvesi helyzet itt, egy Izsák kapufa ott, eddig ez a mérkőzés mérlege. 17. perc.
Molnár Martin most nem hibázott. Gyönyörűen szerzi meg Mezricki. Mezricki gyönyörű labda Valkónak. Valkó gól! Megvan a 11. a bajnokságban. És nagyon higgadtan helyezett Lipták mellett alatt a kapuba. Megvan a vezetés, a hőnáhított vezetés. És nagyon jó volt a labdaszerzés Mezrickitől, és egy kiváló gólpaszt adott. Valkó pedig rutinosan és higgadtan fejezte be. Ezt Izsák még begyűjtheti. Be is fordul. És óriási védés, ahogy gyakorlatilag Marci fejesét a kapufára tolja. Csek. Viszont lecsap egy rosszul kipasszolt labdára. Valkó! 2-0! Épp most beszélek az első góljáról. És most is szépen lövi ki a hosszú alsót. Valkó duplájával tehát 2-0, 51. perc. Sivos Bence. Mezricki lerántja Sipos Bencét, aki azonnal lapot reklamált, de már az előbb is, amikor összecsaptak, Sipos nagyon reklamált. Most Mezrickit magához is rendeli Valikó Zoltán játékvezető. Így van, sárga lap. És piros. Mezrickit kiállítja a játékvezető, de hogy miért? Horváth Milán volt akkor a kiállított, de az a mérkőzés végén volt a 84. percben, egyébként Tompát a 47. tehát ugyanígy a félidő elején, még hamarabb is, mint most állították ki. És Molnár Ákos kapott egyet. És hogyha most Molnár Gyulát hívja magához Balikó Zoltán, akkor itt is második sárga lap fog következni. Mert hogy ő meg néhány perccel ezelőtt kapta. Így van. Bár Sipos Bence jelzi, hogy ő követte el a szabálytalanságot, tehát kvázi magára vállalná, hogy ne legyen kiállítás a dologból, az asszisztens felé is elindult. Igaz, hogy a sipszó után Molnár Gyula azonnal mondta, hogy nem ő volt. Anderman Csaba dob. Bíró, és itt a vége. 2-0-ra győzött a Petőfi Ese a tavaszi nyitányon. A Somogy megyei másodosztály felnőtt bajnokságának 16. fordulójában, ez tehát a bajnokságban immáron a 8. győzelme volt a Fonyódi csapatnak. Az első félidőben Valkó Tibor a 17. percen Mezricki passza után higgadtan kivárt, és aztán magabiztosan lőtt Lipták kapujába. Az első félidőben még volt egy Marci fejes, ami után kapufa lett, és előtte Izsáknak is volt egy hatalmas kapufája, az a 10. percben volt, Marci fejese a 35. percben, így 1-0-val fordultak a csapatok. A második félidő elején pedig Valkó az 51. percben szerezte meg a második találatát, amivel beállította a 2-0-as végeredményt. Igaz, hogy utána még a mérkőzés krónikájához tartozik, hogy Mezricki Zoltán egy percen belül konkrétan egymás után kapott két sárgalap miatt az 57. percben a kiállítás sorsára jutott, de a 60. percben Molnár Gyula is megkapta a második sárgalapját, és ezzel a vendégek is megfogyatkoztak. A mérkőzés végéig mindkét oldalon voltak helyzetek, de Csek Szabolcs és Lipták László is bravúrosan védett, így végül is az eredmény már nem változott. Itthon tartotta tehát a 3 pontot a Fonyód. A következő fordulóban majd március 2-án 14:30 perctől a listavezető Mezőcsokonya otthonában játszik
a Petőfi Ese, és március 9-én majd, szintén 14 óra 30 perctől a Somogy Jád lesz itt a József utcában a Fonyódiak vendége. Mi mára köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!